Hello, hello mindenkinek! Valamelyik nap mondtam én, hogy a Lidl-be lesz akcióba kézműves sör, aztán megnéztem ráadásul Winkler Robinak a értékelését ezekre a sörökre. Látom, hogy leszerződött a Lidl-vel, mert ő lett itt a sörös részlegnek az arca, meg nem tudom, ott szakért. Egy a lényeg, hogy engem csak három sör érdekelt ebből az összes kínált sörből, és mind a három gyümölcsös sör. Az egyik ez a Budapest, és ez medgyes. Aztán van ez a First, ez pedig belga cseresznye, azt írja. Illetve ez a Mango Bay, erre leszek legjobban kíváncsi. Na most én a kenyeret is úgy eszem, vagy ettem a kenyeret, még lehetett tenni, hogy mindig belülről kifele, mivel hogy a végére hagytam a kenyérnek a héját, mert a legjobban szeretem. Éppen miatt most is olyan sorrendben fogok haladni, hogy ez érdekel a legkevésbé, aztán ez meg a legjobban. Úgyhogy először kezdjük ezzel a Budapesttel. Egy a lényeg, hogy megnéztem én egy pillanat, hogy mennyibe kerül. 499, anyád, 499 forint ez a sör. És most hát megpróbálom elolvasni, hogy mit ír, úgyhogy hoztam én ilyen közellátó szemüveget. Az van itt fölőre írva, hogy te nem állsz már bele, légy szíves, Edith. Nem tudom, hogy mit akarok, de ami most van, azt nagyon. Ilyen motto van ráírva. Egyébként ez fél literes sör, a másik 2033-as lesz. Azt írja, hogy prémium kisüzemi sör, prémium akármi. Itt lefelé is van írva, hogy sör, meg ilyesmi. Aznak mi értelme van? Valaki véletlenül, ha benézni, teljesen berugott már részeg, és így akar inni, az akkor is el tudja olvasni, hogy ez egy sör. Ennek nem tudom, mi értelme van, de biztos medgyes. És hát még olyanokat ír, minőségű kisüzemi sör, különlegesség, összetevők, víz, árpamaláta aláhúzva. De hogy ez miért van aláhúzva, fogalmam sincs, hát nem a legtöbb sör árpából készül, gondolom. Van benne komló, és képzeljétek, igazi megylé van benne, 24%, az kurva sok. 24% megylé. Hűvös napfénytől, vevőszolgálat, infókukasz Budapest, forgalmazza Urbán Beer. Ja, hát ezt mondta a Winkler is, hogy rá kellene írni a gyártót is, de ezek nem árulják el, hogy ki, feltétlenül egy szlovák sörgyár lehet a gyártó. Jó, be van hűtve, már tegnap beraktuk a hűtőbe őket, úgyhogy mindjárt megpattintom és megkóstolom. Még annyit akarok elmondani, hogy a medgyes sörből nekem az unikum, az teljesen egyértelműen az a Békés Szent Andrási medgyes sör. Kurva papagáj is akar belőle, de még lehet, hogy még a macska is akar belőle. Akarsz, cucika? Mi? Na hát nem kapsz. Na, nézzük meg, hogy milyen. Nézzük meg, hogy milyen jó. Ne bújj már ennyire bele, Edith, mert lekönyöklöm véletlenül azt a telefont. Na. Először is kitöltjük. Ja, tényleg a felét azt meghagyom neked. Te vezetsz még ma? Mi? Lehet. Mert az a baj, hogy ezt nem tudjuk bedugózni. Na, nézzük közben, hogy mi van. Egész jó kis habja van. Színe kurva jó. Hú, én nagyon rég ittam sört, meg ugye most se szabad lenne sört innom, mert szénhidrát fogyókurázok, de hát egy-e fene, hát most csak meg kell kóstolnom. Megszagolmányozom. Olyan, mint a Békés Szent Andrási, csak egy kicsit erősebb szerintem. Tényleg nem mondtam, hogy hány százalék az alkoholtartalma. Pedig az lényeges. De lehet, hogy azért nem mondtam, mert nincs rajta. De nem, itt van 4,1. Hát igen, ez sokkal erősebb, mert az valami 3% környékén van, csak kurva papagáj. Majd bezárod azt az ajtót valahogy, hogy én ezt megfogom így, addig zárd már be gyorsan azt, mert ettől papagájtól nem fogok tudni semmit mondani. Közben megnézzük, közben leteszteljük, hogy mennyit megy le a habja, ameddig bezárunk egy papagájt. Ez fontos. És majd ebből csinálok egy Excel táblázatot is majd. Na oké, na most már tényleg megkóstolom. Hú,
Ez olyan jó, mint a Békés Szent Andrási, csak erősebb Edit. Abba különbözik, hogy erősebb. Úgyhogy még mindig a Békés Szent Andrási nekem a bejövő, mert ennek van egy kicsi kesernyés utóíze, vagy a komlótól, vagy attól, hogy alkoholosabb, de kimondottan érződik rajta, hogy igazi megylé van benne, és nem csak az aroma. Tudod, vettünk már olyat, ami a pont azért nem ízlett, mert ilyen aroma volt benne. Fú, ez nagyon jó. Csak azt nem tudom, Edith, hogy rakjam el ezt neked, hogy ne... Majd megoldom. Mert ugye ennek a kupakot nagyjából vissza fogom tudni. Na nézzük ezt a másodikat, a first-öt, megnézem, hogy ez mennyibe kerül. Csak nem látok szart se. Ez a first is egyébként 499 forintba kerül. Az előbbi is annyi volt, ugye? Annyi. Csak az 0,33-os. Na most ez Belgian Sherry. Ilyen belga sherry is. Ez cseresznyés, és akkor elvileg. Na, elolvasom, hogy mi van rajta. Ez 4,5%-os alkoholtartalmú. Összetevő víz, árpamaláta, búzamaláta, ebben van búzamaláta is. Komló, élesztő, cukor, az meg cukoredit. Citromsav, narancshéj, koriander, megykivonat. Na, ebbe csak megykivonat van. Viszont van benne koriander, meg narancsné. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen. Úgyhogy ezt meg is kóstolom. Hello, Petra néni! Éppen sörkóstolóban vagyok. Úgy kéne ezt felbontani, hogy vissza lehessen kattintani könnyen, nem Edit? Nem egy oldalról, megpróbáltam úgy. Na nézzük, hogy ennek... Hát ennek nincs akkora habja egyáltalán, mint a Budapestnek. Ez egyértelmű illata. Hú, ennek van valami műanyag illata, vagy műanyag szaga. Hú, van egy ilyen furcsa, kellemetlen, vagy záptojás, vagy mi ez? Ott a mélyen valami záptolás tojás szaga van. Na, kóstoljam. Hú, ez kurva jó. Hú, ez nagyon jó. Hű, ennek maga az állaga. Kezded? Maga az állaga, azt hittem, most már el fogsz dőlni. Így szerintem nagyon nehéz fogni egy kézzel, lehetetlen, hogy bírjad. Bírom. Na. Ennek maga az állaga ennek a sörnek, ennek sokkal szirupusabb. Olyan, mintha ilyen szilvalevet inná, tudod, ilyen házi befőtt levet inná. Ez sokkal jobb, mint az. Nincs az a kesernyés utóíze. Hát ebből nekem meg kellene inni egy teljes ilyen üvegje, hogy megmondjam, hogy a koriandert hogy érzem ki, de ez nem rossz, ezt vissza is zárom, hogy Edit is majd meg tudja kóstolmányozni. És hát akkor nézzük meg gyorsan az utolsót, mert Edit mindjárt kifekszik megint. Én nem tudom, milyen kamera van, de állandóan ezzel szenvedünk, hogy nem bír 5 percig megfogni egy ilyen trutymákot. Na melyik ez az utolsó? Azt se tudom. Ja igen, itt ez a Mango Bay Milk. Ez 599 forint, amibe kerül. Hát így néz ki. Ennek tényleg érdekes lehet tanulmányozni, mit akar itt ábrázolni Ádám meg Éva, de itt valami Bruce Lee karatézik, valamivel ez az Ádám közben meg nem tudom miért csüngott le. Jaj, elkapta a kígyó szerintem Évát, vagy nem tudom. Hú, nagyon, nagyon durva. Na nézzük, hogy mit ír. Azt írja, hogy összetevő víz, árpamaláta, mangóvelő, laktóz, a laktóz az is cukorféle, vagy nem, komló, vagy nem, a laktóz az enzim, vagy nem enzim, hát ezek az ózok enzimek, nem, komló, élesztő, mangó kivonat, ja, a laktáz az az enzim, igen. Bocsánat, vagy nem tudom, még jó, hogy hazajöttél, mert hülyén haltunk volna itt, meg 5,2 az alkoholtartalma, 5,2, de erre vagyok a legkíváncsibb, gyorsan megkóstolmányozom, ezt is megpróbálom úgy bontani, hogy vissza lehessen majd zárni. Na nézzük! Hát, lehet, hogy én önteni nem tudok, de... Meg be van hűtve. Hát nekem így sikerül, ennek abszolút nincs habja, nagyon kevés habja van. Szaga, illata. Hú, nagyon erős, ennek kimondott erős illata van. Hú, ennek rettenetes erős és nagyon jó, ilyen narancsleves-szerű, de hát ezek szerint csak mangós, mivel hogy mangós. Na, kóstolmány.
fúj. Na ez, de fúj. Ez ki mondta, hogy jó? A Winkler azt mondta, hogy ez jó, de ez kurva szar. Fúj. Ah. Na ettől kimondott. Fúj, de rossz sör. Ez nagyon rossz sör. Tehát ez tele van komlóval. Én úgy utálom, amikor keserű egy sör, hogy valami rettenetes. Na, ez tiszta komlós, ilyen keserű. Rá is rakom a kupakot, ezt Editnek meghagyom. Na, hát ezt sose vennék ilyet. Ilyet viszont, hogyha lehetne kapni még, nem tudom, majd a Lidlbe járunk, ilyet vegyünk, vagy kettőt, hogy legyen itthon. Vagy hármat. Mert ez jó. Na, azt kell, hogy mondjam, hogy a medgyes nem rossz, majdnem olyan, mint a Békés Szent Andrási összefoglalva. Ez nagyon bejövős nekem, rettenetes. Hát ez meg felejtős. Úgyhogy, tehát kinek mi? Próbáljátok ti is ki. Na, pápa!